Szerzetesen felszántelt papok alkotják. Ilyen a rendi ruhájuk, ilyen tört-fehér színű, világos kék szallaggal. A premontreiek 1180 körül telepedtek meg itt Csornán, és hozták létre a prépostságukat, ugye egy ilyen szerzetesi rendházat. Azóta, a középkor óta már többször átépült a kolostor és a templom, és most már a harmadik templom van ugyanazon a helyen átépítve. Mi az északi szájban, ahogyan az a kis rajz is mutatja, hogy a templom bejárattól levő északi szájban helyezkedik el a Csornai Múzeum. Itt bemutatjuk Csorna és a Rába köz történelmi múltjának és népéletének, néprajzának az emlékeit. Maga a premontrei szerzetesrend korán összekapcsolódott Csorna múltjához. Csorna, mint mezőváros, egyik birtokosa ugye a premontrei szerzetesrend volt, ezt a település részt úgy hívták, hogy prépostszer, a másik részének a birtokosa pedig világi birtokosok, a kanizsaiak, a nádasdiak, később az eszterházak. Ezt az eszterházakról hercegszernek nevezték, itt vannak a település részek pecsét lenyomatai a tárlóban, illetegődjön legényként, ahhoz először vándorutat kellett vándorlegényként végeznie, és a vándor könyvében tanúsította a vándorlásait, két, három vagy akár több évet is kellett vándorolnia, és hogyha egy ilyen okirattal, segédlevéllel igazolták a szakma elvégzését. Utána a vándor éve után önálló mesterre is válhatott, de ahhoz először egy mesterreneket kellett készíteni, a tudása legjavát bemutatni, és ez az ipartestület bocsátotta ki az iparosoknak a bizonyítványát, ez például egy Bognár mesternek a bizonyítványa. Otto tanítványa, ő is szinte egyfajta polihisztorként kutatta a környék madárvilágát, de foglalkozott a helytörténeti kérdésekkel is királyiván, az ő íróasztalát és személyes tárgyait láthatjuk a tárlóban. Itt pedig a madártani megfigyelés az eszközeit.